Rendkívül alacsony a vízállása a tolnai holtágokon. Ezek vízpótlása jelenleg a faddi holtágból az északi holtágba, a déli irányból a Sióból a déli holtágba történhet. A faddi ág azonban most szintén hasonló vízhiánnyal küzd, mint a tolnai. A Sióból pedig csak megfelelően magas vízállás mellett érkezhet víz a déli ágba. Egy 200 évvel ezelőtt még hajóztak, tehát ez egy nagyon... Itt folyt a Duna, és nyilván szerencsés az, hogy nincs itt már az élő Duna, hiszen az első az mégiscsak az itt élőknek a védelme, és nagyon fontos az, hogy az árvérek már nem sújtják a települést. Viszont ez talán a klímaváltozás, én nem értek annyira hozzá, borzasztóan egy szárazságot okozott, és egész egyszerűen nem érkezik annyi víz a holtákba, se az eső formájába, se akár a Sióról, a déli holtág, se az északi holtág, a faddi holtágból nem tud annyi utánpótlást kapni, hogy megfelelő legyen a vízmennyiség. A vízszint az nem feltétlenül alacsony, hanem leginkább az a probléma, hogy a vízoszlop magassága alacsony. Tehát annyira el van iszaposodva már a meder, hogy nagyon kevés a víz a holtágba. Van olyan része a területnek, ez egy több mint 200 hektáros terület, ami a város tulajdonában van. Van olyan, ahol majdnem száraz lábbal át lehet kelni az egyik partról a másikra, és ez óriási probléma. A szakemberek évek óta tapasztalják a problémát. Ilyen mértékű és ilyen tartós vízhiányra azonban sem ők, sem a helyiek nem emlékeznek. A vízállások tényleg egy aszályos időszaknak megfelelően kicsit alacsonyabbak, mint a sok évi átlag. Ténylegesen az elmúlt évhez képest is, mint egy majdnem 50 cm-rel alacsonyabb az északi holtág vízszintje. A déli holtág az ennél kevesebb vízszint hiányt mutat. Viszont azt mondhatni, hogy az elmúlt évben is 4-5 alkalommal tudott az igazgatóságunk is a vízpótlás koordinációjával segíteni a holtágak vízpótlásával. Igaz, hogy ennek az időszaka az kedvezőbb bemutatkozott. Azt mondhatni, hogy júliusban, illetve szeptember-október hónapokban volt tavaly évben vízpótlás. Most is várunk egy olyan kisebb dunai árhullámot, illetve olyan csapadékokat, esetleg a Siónak a vízgyűjtő területén, amik lehetővé teszik a Sió árvízkapunál egy víz visszaduzzasztást, és itt a holtágaknak egy vízpótlását a déli holtág és az északi holtág tekintetében. Sajnos az elmúlt évtizedek során megmutatkozott az, hogy a holtágaknak egy ilyen vízpótlása sokszor kevésnek mutatkozhat, főleg tényleg ilyen aszályos időszakban. Tolna megyében 2018 óta aszályos időt lehetett tapasztalni. Jelentős árhullámok nem mutatkoztak, és a vízpótlás sem volt hatékony, mivel a beadott vizek a környező területek felé szivárogtak el, tette hozzá Beke Zsolt. A következő hetekben, hónapokban, amikor adódik egy csapadékos időszak, egy víz utánpótlódás, egy kisebb dunai árhullám netán, ugye itt a Zöldár még vissza van, itt május-június környékén, igaz, hogy a Duna vízgyűjtő területén a sok évi átlaghoz képest egy ilyen 60-70%-os hóba mért víz mennyiség található, de annak is esetleg egy hirtelen elolvadásával, akkor megmutatkozó csapadékokkal a Dunán is akár kialakulhat rendkívüli árhullám is, ami biztos, hogy lehetővé tenné akár itt a vízpotlásokat mindegyik holtág tekintetében. Több száz horgászt, vízisportot űzőt is érzékenyen érint az alacsony vízállás, miként a gazdálkodókat is. Németh István, a Tolnai Horgász Egyesület elnöke aggodalmának adott hangot. Szerinte, ha nem lépnek a döntéshozók, súlyos ökológiai következménye is lehet ennek. Továbbá, ha így indul be az öntözési szezon, szerinte még nagyobb baj lehet. Én úgy gondolom, hogy azokat a küszöbb számokat, amik most jelen pillanatban vannak, itt gondolok arra, hogy a téli vízállás minimum maximuma, azt újra kell gondolni, mert nem vagyok mezőgazdász, de én úgy gondolom, hogy egy esetleges belvíz veszélye az kevesebb kockázattal jár, mint hogyha nyáron nem tudunk öntözni. Tehát ebben a vonatkozásban én úgy gondolom, hogy a felhasználás mind a mezőgazdasági, mind az ökológiai, mind pedig a harmadlagos, nedleges felhasználás, gondolok itt a kettelési célú felhasználásra, az evezés, horgászat. A cél az egy, tehát mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ezek a felek megegyezhetnek abban, hogy a lehető legmagasabb vízállásnak a tartása
kell, hogy legyen a cél. Az Egyesület rengeteg halat telepített a holtákba tavaly és idén is. Németh István azt mondja, az alacsony vízállás miatt a természetes ívóhelyek is veszélyben vannak. Minden hal hasonló veszélyben van. Abban a vonatkozásban, mivel ahogy melegszik az idő, a melegebb víz sokkal kevesebb oldott oxigént képes eltárolni, és hogy melegszik a víz, a melegedő vízzel megjelenik a hinár is, amivel még különösebben baj nem lenne, azonban amikor ez a hinár elhal és beruhad, az szintén oxigént von el a vízből, tehát egyfajta kettős negatív hatás érvényesül, tehát kevesebb a víz és melegszik is, tehát ez jóval kevesebb oldott oxigént eredményez, és még a ruhadás is oxigént von el, ettől félünk, megmondom őszintén, ez lenne a cél, hogy ezt elkerüljük. A vízügyi igazgatóság szerint lesz lehetőség a vízpótlásra. Nem gondolom, hogy olyan helyzet előállhat itt a holtág esetében, hogy valami ökológiai katasztrófa beállna, mivel egyrészt ugye itt említésre került az öntözés célú vízkivétel, hogy az nagyobb mennyiségű vizek kivételével vízszintcsökkenést hozhat, de ezeknek a öntözés célú vízkivételeknek is legtöbbsége úgy van kialakítva, hogy a holtág minimum vízszintje alá már nem is nagyon tud szívni, azaz nem tudnak alá szivattyúzni. És hát én úgy gondolom, hogy azért biztos fog jönni olyan vízpótlási lehetőség, még most a tavaszi időszakban, amivel ha nem is a maximális üzemvízszinteket, de akármilyen katasztrófát elkerülve be lehet állítani egy megfelelő üzemvízszintet a holtágakon.